Elsősorban, ha követjük Isten törvényeit, akkor egészségesek leszünk. Ez így működik. Második sorban, hogyha van karmánk is, de valaki jóságból él, az is meg fog szabadulni betegségektől. A következő az például ahhoz, hogy valaki tudjon meditálni, ahhoz jó, hogyha nincsen annyi betegség, ami elvonja a figyelmét. De mondjuk a jógában ez fontos. De a Krisna tudatban, még hogyha van betegség, akkor ez is tud segíteni jobban menedéket venni Istennél. Valaki beteg, ez is tud segíteni a lelki életben. Hogy mikor valaki beteg, akkor sokkal mélyebben tud függni Istenet, menedéket venni, és még jobban rajta meditálni. Magyarul, bhakti jógában jó, hogyha egészséges valaki, és nem baj, hogyha valaki beteg, mert minden kettő dolog tud segíteni. Végkövetkeztetésként azt lehet mondani, hogy nem számít, hogy egészséges vagy, vagy beteg vagy, vagy tudsz járni, nem tudsz járni, a bhakti joga ezzel nem függ.